Jakab László a 16898-ról kérdezte, hogy kedves Koltai úr, a Népszava és más újságnak a fejlécén a világproletáriai egyesületek, mi az értelme ennek, és miért írják az újságokra, és hogy miért elvtársnak szólítják egymást az emberek a parlamentben, és másutt. Hát tudom ajánlani a Dunántúli Napló mai számát, ahol Csefkó Ferenc múlt heti szellemes kis írására válaszoltam. Ez talán a kérdés másik fele, hogy reklámot csinálja a kedvenc lapomnak. A világproletári egyesületek, én azt hiszem, hogy a munkásmozgalom egy nagyon szép hagyománya. Az, hogy 1848-ban a kommunista kiáltványnak az első nyitó mondata volt, és biztos, hogy ez a nyitó mondat nagyon szépen kifejezi ennek a mozgalomnak, a mi mozgalmunknak a szellemiségét és eszmeiségét. Nagyon nagy kár lenne, hogyha a kommunista újságokról, vagy a baloldali újságoknak a homlok címéről ez lekerülne. Akkor most Koltai úr vagy Koltai elvtárs? Én gondolom, hogy azoknak, akik baloldaliak, legyenek azok az MSZNP tagjai, vagy szociáldemokraták, én gondolom, hogy én továbbra is az elvtársuk maradok, akikkel nem ilyen elvi, egy azonos vagy közel azonos elvi platformon vagyok, azok az én megszólításomban is, hölgyeim és uraim, illetve nekik is ezt a konvencionális megszólítást javasolom.